A múzeum padlás helyiségében egyesével gondosan ellenőriznek és átnéznek minden olyan tárgyat, amely a néprajzi gyűjtemény részét képezi. Található itt több más mellett például főzőfazék, aratókorsó és cserépbödönök is. Jelenleg a kerámia anyagok fotózását, digitalizálását végzik. A múzeum néprajzi gyűjteményének kerámia tárgy együttese kerül most fotózásra. Ugye ez annak a folyamatnak a része, amit már évekkel ezelőtt elindított a, a múzeum, elsősorban a digitalizálási folyamat az, ami zajlik most a színfalak mögött, ami arról szól, hogy minden egyes tárgyat kézbe veszünk revíziót hajtunk végre, vagyis ellenőrizzük, hogy a meglévő adatokkal egyezik-e a, valós tárgy, illetve ezeket lefotózzuk, majd ezeket egy adatbázisba feltöltjük. Amikor már elér egy bizonyos mennyiséget a digitalizált tárgyak, dokumentumok fotóinak száma, elérhetővé teszik a lakosság és a kutatók számára is. A digitalizálás mellett számos más munka is zajlik a múzeumban. Az egyik legfontosabb feladat például az, hogy a későbbiekben legyen utánpótlása is a múzeum látogatóknak. Ez több síkon tud megtörténni, hiszen ha arra gondolunk, hogy múzeumpedagógiai foglalkozás keretében ide látogatnak hozzánk elsősorban általános iskolás csoportok, akkor őket olyan élményben kell részesítenünk, amin keresztül meg tudjuk őket szólítani, illetve az ő családjaikat, hogy betérjenek hozzánk. És szerencsére ez ebben a jelenlegi időszaki kiállításunkban, a Bíbor és Arany címet viselő kiállításunkban, ez maximálisan tud teljesülni. Tehát ide érkeznek helyi iskolából csoportok, és akkor hétvégen te vagy hétköznap szerencsére visszajönnek szülőkkel vagy nagyszülőkkel. De nem csak Ceglidről érkeznek diákcsoportok, hanem a környékről is. A múzeum már pályaorientációs napnak is adott otthont. Ez azért is jó, mert nem csak az aktuális kiállításokról tudnak ilyenkor beszélni, hanem a múzeumban folyó munkát is be tudják mutatni. Hiszen a cél, hogy a múzeum ne csak írott dokumentációk, publikációk formájában kapcsolódjon az emberekhez, hanem más egyéb területeken is, mondta a múzeum igazgatója. A jövőre nézve nagyon sok a terv és a cél, ezeken folyamatosan dolgoznak a háttérben. Zakar József úgy fogalmazott: Szerencsére kapnak segítséget is, nem csak a múzeum dolgozóitól, hanem az önkormányzattól és más kulturális intézményektől is, és ő is lelkesen, elkötelezetten és energikusan vág bele a célok megvalósításába.